Köszöntök szeretettel! Ez a webináriumon azt fogjuk megbeszélni, hogy a digitális témahétre hogyan érdemes projektet tervezni, hogy a cím is látszik, mi projektnek neveztem el ezt, mert azért valóban egy rövid időszakról van szó, tehát egy egyhetes időszakról van szó, és azon belül is lehet, hogy még rövidebb az, ami rendelkezésre áll, tehát ez mini projekt. Beszélgetünk. Az ilyen remélem neki látja és hallja is, amit mondok. Hát focistákat szeretnék jelképezni, hogy most már olyan feladott világban élünk, már mindenki ért sok mindenhez, és már nem csak a focihoz, hanem a pedagógiához is ért mindenki, és sokan használják a projekt szót, különböző tevékenységekre, és nagyon gyakran olyasmire is, ami nem projekt. Az 1919-es számot azért tettem oda, hogy érzékeltessem, hogy maga a projekt oktatás az nem tegnap indultja, hanem már nagyon régen, tulajdonképp közel 100 éve. A digitális témahétnek a koncepciója az, hogy a projektmódszer és a digitális eszközök, a digitális pedagógia egyszerre jelenjen meg, hiszen ma már digitalizáció nélkül már szinte mi sem fog működni, vagy semmi sem életképes. Úgyhogy beszélhetünk projektmódszerről, projektalapú oktatásról, azon belül, vagy amellett beszélhetünk olyan tevékenységekről, amik projektszerűek, de azért projektnek nem lehet lenni. Például, hogyha valaki szakkört tart egy éven át, és nagyon izgalmas, klassz dolgokat tanít a gyerekeknek, és a gyerekek is jól érzik magukat, és mindenfélét csinálnak, az még nem projekt. De biztos, hogy jó dolog, de attól még nem biztos, hogy projektnek lehet nevezni. Hogy mi lehet valamit már projektnek nevezni, az remélem, hogy ki fog derülni itt az előadásból. Erre fogok koncentrálni, hogy a digitális témahétre hogyan érdemes felkészülni. Nézzük tehát, az, hogy projektről beszéljünk, ahhoz néhány ilyen elemre szükség van. Tulajdonképpen ezeket fogjuk megbeszélni, vagy én fogom elmondani, hogy mit ható itt, azt jól nézzük át. Tehát ezért is fontos, hogy nem céltalanul műveljük ezt az egészet, és nem a tantervtől, kerettantervtől, tanmenettől elrugaszkodott módon műveljük. Tehát szükség van az, hogy meghatározzuk a célokat, tartalmi célokat, és fejlesztési célokat is. Erről mindjárt lesz szó. Hogy legyen kihívás, legyen valami izgalmas kérdés, vagy probléma, amit a gyerekek megoldanak. Érdemes beleépíteni. Nagyon fontos, hogy autentikus legyen. Biztos vagyok benne, hogy az engem most hallgató kollégák mindegyik megkapta már azt a kérdést, hogy miért tanuljuk ezt. Ja, én igenben kémiát és fizikát tanítottam, tehát én nekem ez egy heti rendszeréggel jött ez a kérdés, de valószínű más tantárgyak esetében is. Sokszor a tanulók nem érzik azt, hogy miért tanuljuk ezt, miért fontos ez, hogyan kapcsolódik ez a mindennapi élethez, mikor lesz erre szükségem. Ezzel úton, útfélen találkozunk, és ezt erre nekünk válaszolnunk kell, hogy a projektnek válaszolnia kell. Nem érzi azt, hogy ez egy autentikus dolog, fontos dolog, kapcsolódik a mindennapi világhoz, akkor a jó csökkenése prognosztizálható. Fontos, hogy a mini projektet úgy tervezzük meg, hogy legyen világos eredménye, egy termék, ami ráadásul nyilvános és bemutatható különböző szinteken, erről is fogok megbeszélni. Az egésznek a egyik fontosabb, hanem a legfontosabb eleme a cél
meghatározáson kívül az értékelés, és szükség esetén a projekt során a tevékenységek módosítása, vagy különböző elemek módosítása, ami jól kapcsolódik össze a reflexióval. Ebben a gyerekek egyénileg is részt vesznek, a segítségével is részt vesznek, már maga egyedül is részt vesz, a tanár a kollégáival is végez ilyen reflexiót, szóval minden kombináció előfordul. Most részleteiben én inkább pedagógiai megközelítést fogok alkalmazni, de fogok ajánlani konkrét eszközöket is, tehát olyan eszközöket, amikkel ezeket lehet valósítani. Szeretném hangsúlyozni, hogy az informatikai eszközökre, a digitális világra, mint eszköz, nem mint cél tekintünk. Tehát igazából az egész dolognak a sikere a pedagógiában van, mert a számítógépek nem fogják elvégezni helyettünk. Valamikor egy jó 20 évvel ezelőtt kerülhetett egy Ellen Key mondás, hogy amit az iskola számítógép nélkül nem tud megoldani, a számítógéppel sem tudja megoldani, tehát teljesen aktuális még mindig ez a megtérés. No, hát koncentráljunk egy picit a torta, ott középen látható egy torta. Tettem rá, hogy mennyire aktuális még. Ezt a habos tortát, nem pont ezt, egy másik habos tortát 20 évvel ezelőtt, de lehet, hogy 21 évvel ezelőtt használtam először a prezentációkban, mert azt szerettem volna kifejezni, hogy az informatikai eszközök nem valami pluszt, nem valami apróbetűs veget, nem valami jó lesztek, akkor majd foglalkozunk a számítógéppel, helyzetet jelentenek. Tehát nem arra van szó, hogy tanulunk és tanítunk, és ha már idő, akkor egy kis öröm is legyen, akkor bekapcsoljuk a számítógépet. Nem arról van szó, tehát nem hab a tortán, hanem a torta maga. Tehát az egész folyamat akkor hatékony, hogyha a digitális világ eszközeit használjuk. És csak használjuk, ha tényleg van hozzáadott értéke, de ez a helyzet, hogy nagyon sok esetben van. És fogok majd példát mondani arra, amikor szükséges feltétlenül IKEA eszközt használni. Hogyan fogjunk hozzá? Tehát ha valaki még nem csinált ilyet, akkor mit tegyen? Az én javaslatom az, hogy először is válassza ki azt a csoportot, azt az osztályt, amivel szeretne ő dolgozni, vagy akikkel szeretne, lehet, hogy több is van. Tehát képzelhető, hogy egy iskolán belül, ha megvan a szándék, nagyon fontos, ha a szándék, akkor egy egész évfolyam is dolgozhat együtt, vagy több is együtt. Ahogyha a iskola vezetése részéről megvan a pozitív hozzáállás, és a tanárok is akár az egész iskolát meg lehet mozgatni ezen a héten, erre már tavaly is voltak szép példák, fogok mutatni egy linket, ahol lehet erről majd olvasni, aki még eddig nem találkozott vele, és van néhány kolléga, akik egyébként ilyen nagyon sikeres pályázatot adtak be tavaly, tehát ők is meg tudják erősíteni, akár sok gyereket is be lehet vonni. Annak következik az, hogy kikkel dolgozunk együtt. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a tanár kollégák egymással együtt működjenek. Nem a digitális téma héten, ha az év többi részében is. A nyári szünetben ez lankadhat, de egyébként a pedagógiai munka az nem egy ilyen egyéni sport, hanem inkább csapatjáték. Tehát jó, ha talál az ember mi egy-két-három embert, amennyit tud. Ugye hangzott egy olyan kérdés, hogy hány fővel ideális, annyivel ideális, amennyi fővel működik ez a csoportmunka, ez az együtt dolgozás. Nem kell kiépíteni új kapcsolatot, hanem meglevő kapcsolatra érdemes építeni.
Tehát ha van egy-két jó kollega, aki benne van, akkor azokkal érdemes elindulni. Úgyhogy ez így indul. Nem lehet megmondani, hogy hány fő. Hogy minél több tanár van benne, annál inkább szükséges, hogy valaki, vagy például, hogy a maga az iskola vezető, összefogja ezt az egész történetet, és akkor több kis-mini projekt fut az iskolában is együtt haladnak. Érdemes, ugye a kollégák nyilván kialakulnak, hogy milyen tantárgyakról van szó, és érdemes megnézni, hogy milyen időkeretet tud szánni rá az iskola. A mi meglépésünk, meg a mesztérjük megtörténység az, hogy aki tudja venni, akár egész hétre is lehet a digitális témahét, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem valami helyett, hanem amit így, ilyen formában tanítunk meg. Tehát arról van szó, hogy akkor egy hét kiesik, hanem ezen bizonyos tantárgyak, bizonyos tartalmait ezekkel a módszerekkel tanítjuk meg. És nem jelentős a kiesés. Van helyek, ahol ennél többi projektszerű időszakokra. Hát akár 5 napos is lehet a digitális témahét, az is lehet, hogy előbb kezdődik, az is lehet, hogy később fejeződik be, de ne kell lenni ebben a kitűzött áprilisi időszakban. Marianna, nem hall, meg. És később fejeződik be, akkor arra kell számítani, hogy azzal nincs semmi probléma, csak majd esetleg a pályázatnál ugye csak bizonyos dolgokat tudnak majd, bizonyos eredményeket tudnak majd bemutatni. Ez egy részletkérdés most ebben a fázisban. Volt feltette azt a kérdést, látszik egy eTwinning logó, hogy nagyon helyesen van, aki eTwinning projektben van, ami egy sokkal nagyobb volumenű, hosszabb dolog, de leesik a digitális témahétbe, hogy akkor ezt hogy kell értelmezni. Én gondolom, hogy projekt a projektben, tehát ki kell hasítani vagy definiálni egy olyan projekt szakaszt, amit hozzá kell kapcsolni a digitális témahéthez, hogy mondjam, inkább adminisztratíve, és akkor az bővül tulajdonképpen. Még egyszer mondom, amikor ezeket meghatároztuk, hogy ki dolgozik, milyen tantárgyak, milyen időkeretben, akkor ki kell találni együtt, hogy amit tanulnak a gyerekek abban az időszakban, mi az a témakör, amiben lehet vinni egy projektbe, és mi az, amiből akár több tantárgy is együtt profitál. Ez egy nehéz ügy, hogy hogyan tudnak a tantárgyak együttműködni egymással. A projekt nagyszerű lehetőséget kínál el, és hát a mintaketek is, amik fönt vannak a honlapon, azok mutatják azt, hogy nincsenek olyan témák, amik csak egy bizonyos tantárgyban alkalmazhatók. A informatika az évfolyamon, mint tantárgy, az szintja magát, hogy akkor, ha együtt tudnak működni a tanárral, informatika tanárral, akkor bizonyos dolgokat az informatika órán, bizonyos dolgokat pedig más tantárgyok órán végeznek a gyerekek. Az is lehet, hogy vannak ezen a héten már órák, olyanok, amik nem vesznek részt a digitális témahéten, és vannak olyanok, amelyek projektes órák. A terve fontos, tehát ezt még a tanároknak érdemes kitalálni előre, van még idő bőven, tehát meg kell határozni azt, hogy milyen témakörben, milyen célok mentén történik, ugye tantárgyi célok lehetnek, itt vannak tartalmi célok, tehát hogy megtanítani a fotoszintézist, és ne félni, hogy esetleg a programán a fotoszintézist mondjuk egy másik gyerektől tanulja meg az egyik tanuló, lehet, hogy éppen olyan jó lesz, mintha a tanártól tanulná. Én kívül pedig készség
fejlesztési célokat is meg kell határozni. Ez, ami sokkal izgalmasabb, és erről majd még fogok egy picit később is szót ejteni. Fontos, hogy előre meghatározzuk, hogy milyen tevékenységek és milyen feladatok lesznek a program, minél jobban lebontva. Tehát, hogyha a fejében teljesen világosan látszik az egész hét programja, mik nap milyen tevékenységeket ki fog elvégezni, akár egészen elemi szintre lebontva, akkor a projekt működni fog. A fejében csak nagyjából van ez meg, nincsen pontos munkamegosztás, nincsen pontos feladat specifikáció, akkor szinte biztos, hogy sikeren lesz ez a projekt. Hogy mit is le kell írni, amiről azt gondoljuk, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolunk, de hogy nem mindenki. Szokni azt a példát, hogy mondjuk olyan tevékenység, hogy kirítsetek fotókat a, nem tudom, a városközpontban, az egyik része az egyik, a termékhez valami szükséges, nem tudom, képgyűjtemény. Most olyan alul specifikált tevékenység, ami csak a véletlenen múlik, hogy sikeres lesz. Tehát meg kell mondani, hogy hol, mit, milyen minőségben, stb. Ilyen, így kell a feladatokat teljesítővé tenni mindenkinek. Először a tanárok között, aztán pedig a diákokkal. Fontosan nyomon követni, és fontos meghatározni, hogy milyen IKT eszközpark van. Tisztában vagyunk is azzal, hogy az iskolák formán felszereltek sem internet csatlakozás, vagy sebesség, vagy számítógépek és egyéb eszközök tekintében. Ezért ezen a héten több lendetet kaphat az a, mit én a YOE-nek írtam, ez egy a bring your own device, azt jelenti, hogy mindenki hozza a saját eszközét. Már csak mondjuk tollakkal, ceruzákkal, radírokkal, mindenki saját radírját hozza be az iskolába, vagy a tollát. Lesz így, amikor majd mindenki szabadon behozhatja egyéb hasonló okos eszközét. Most csak ugye mindig engedjük használni. Hát ezen héten esetleg lehet külön megállapodást kötni, hogy akkor most szabadni a telefont, vagy szabad otthonról behozni tabletet, meg lehet beszélni a szülőkkel, hogy ezen a héten, akkor ezeken az adott napokon használni a gyerekek. Nem kell, hogy mindenkinek legyen, abszolút nem fontos, ebből ne legyen sem feszültség, sem kellenség. Meg lehet tervezni úgy a feladatokat, hogy ne kelljen minden gyereknek legyen ilyen eszköze. Eszközök valószínűleg sokkal korszerűbbek, mint az iskolai gépek egy jó része. Ebben a tervezési munkában érdemes, a jobb oldalán a diának látszik, hogy itt közös táblázatot lehet minimálisan elképzelni, közös dokumentumot lehet elképzelni, amit a tanárok és akár a diákok együtt használnak. El lehet képzelni, hogy használnak ellenőrző listát, amit, hogy mondjam, angol checklistnek mondanak, tehát ahol tulajdonképpen ki lehet pipálni, hogy mi az, ami megvan, és mi az, ami még. Ha nézzük, hogy milyen szoftverekkel lehet ezt megoldani, akkor hármat is ajánlottam. Az egyik a OneNote, ez a Microsoft Office-nak a része. Aki még nem fedezte fel magának a OneNote-ot, mindenképpen ajánlom, mert egy nagyon klassz, amivel sok mindent lehet csinálni, mint csak jegyzetelni. Akinek az iskolájában van Office 365, ott egy ott van, amivel
hát csodákat lehet művelni, de azt én itt nem tudom most bemutatni, mert nekünk nincs időnk. Adott a jól ismert Google Drive is, ugye a megosztott különböző táblázatok, doksik tekintetében, és jó eszköz a Trello, ami egy ilyenes projektmenedzsment eszköz, ahol ilyen feladatot egy kis kártyán lehet rögzíteni, csak az mindenféle plusz dolgokat lehet csatolni, és lehet kategóriákba sorolni, lehet követni státuszát, a felelősét, lehet csatolni hozzá az ő listát is. Ilyen van, magyarul van, tableten is, mobiltelefonon is, okostelefonon és számítógépen is. Egyébként az előkettő is természetesen. Hát, ha valamelyikre sorunk, akkor ezekkel nyomon lehet követni, és a tervezést el lehet indítani. Ijesztőnek tűnik a tervezés, de ez kb. Olyan fontos, mint hogy egy ház esetében jól meg kell tervezni, nehogy összedőljön a végén. Ez az, hogy arról szól, hogy kihívás, érdekes probléma, érdekes kérdés legyen. A gyerek számára tisztázni kell azt, hogy mi tanuljuk mi ezt, mi érdekes ez a projektben, és ezt a projektet egyáltalán miért műveljük, hogy mi lesz a végén jó, mire ad választ ez a projekt. Ugye bizony lesznek olyan kérdések, a mi projektekben is szerepelnek, amely kérdésekre keressük a választ közösen a projekt végére. Tehát ez olyan, mint hogy nem tudom én, megyünk egy színházba, és akkor van egy kvállítettünk arra, hogy a színdarab végére jól fogjuk magunkat érezni, meg ez lesz, meg az lesz, vagy vásárolunk egy terméket, és akkor ez lesz, az lesz, ilyen előnyeink lesznek. Itt is erről van szó, hogy engedjük azt, hogy csak úgy ott legyenek a gyerekek, hanem tisztázzuk, hogy miért vagyunk ott, és miért jó ez a projekt, mi lesz ennek a vége. Meg fogjuk látni, hogy sokkal nyitottabbak és motiváltabbak lesznek, ők is benne vannak. És aki kérdezte, hogy mennyire érdemes a tanulókat bevonni a témaválasztásba, én azt gondolom, hogy ez tantárs és korosztálytól is függ, én mindenképpen bevonnám őket valamilyen szinten. Itt a jobb oldalon a sötétkék téglán vannak ötletbőrze eszközök, és ha ötletbőrzét tartunk, akkor egész nyugodtan lehet ezt élő szóban csinálni, tehát nem feltétlenül kell IKT eszköz, de ha mondjuk aszinkron módon csináljuk, ahogy ott fel van sorolva, ez azt jelenti, hogy akkor nem egyszerre, nem helyen egyszerre csináljuk, hanem egy adott idő alatt, akkor jó eszköz a Linoid, amivel ilyen titeket lehet ilyen digitális parafatlára tenni. És jó a közös dokumentum, mint például amit a Google Drive ad. Van egy Decider nevű eszköz, ami egy kicsit magasabb fokozat, tehát idősebb diákoknak ajánlom. És a telóban is lehet az es kártyákhoz hozzászólásokat gyűjteni, tehát akár ott is lehet. De akkor használjuk ezeket, ha indokot, ha a mi projektünkben ez jó, ha a gyerekek életkorhoz jól illeszkedik. Tehát ne és úgy nézze ezeket, na, hogy ezeket most mind használni kell, hanem bejünk egy ilyen műhelybe, vagy egy nagy kohába, és mindenki választ magának olyan eszközöket és olyan hozzávalókat, ami neki szükséges, a többit pedig szépen ott hagyja. És lehet, hogy ez másoknak jó. A szinkron módon, tehát egyszerre akarjuk csinálni, és nagyon inkább tényleg idősebb diákokkal próbálunk, akkor van ez a Today's Meet, ami egy ilyen előadás során lehet gyűjteni a hozzászólásokat, olyan, mint ez a chat itt, amiben így néha ír valaki, és van egy Mentimeter nevű hasonló eszköz, amivel szintén egy ilyen beszélés során lehet gyűjteni a hozzászólásukat. A díj szerepén található már jól ismert
taxonómia módosított változatban, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a projektnek az a célja, hogy ezen minél magasabb szintre érjünk el. De az a projekt, ami csak a megértés, hogy az ismeret szintjén marad, az nem lesz eléggé eredményes, minél inkább menjünk el az alkalmazás, az elemzés, értékelés, alkotás irányába. És itt van példa arra, hogy a társasjáték az egy népszerű, nagyon népszerű tevékenység, már nem a játszása, hanem a készítése. És itt például, hogyha gyerekekkel mondjuk az a projektmunka, hogy készítünk közösen egy társasjátékot, akkor óvatosnak kell lenni, mert ez nagyon jól hangzik így elsőre, és nagyon sok minden tevékenységet is takar. Arra figyeljünk oda, hogy a társasjáték maga lehet több, mint egy egyszerű ilyen memória gyakorlat, tehát akkor lépsz a következő mezőre, hogyha tudod, hogy hány lába van a szalnak, mert ez még mindig az ismeret és a megértés szintje. Tehát valami izgalmasabb társasjáték már sokkal inkább felfelé mutat ezen a piramison. Ez csak oda akart lenni, mert jól is, és kevésbé a magasabb rendű gondolkodási készségekre koncentrálva tervezni. Ismét jelent, van a csetben szívesen várom. Szó esetnek kell lennie eredményének, jól definált, publikus, és hát nevetjük terméknek is. Tehát fontában legyen, hogy a projektnek az eredménye micsoda, és az fog megjelenni, hogy fog eljutni másokhoz, és fogjuk azt mondani, hogy így letettük az asztalra. Tehát, hogyha érezzük magunkat egy héten keresztül, az nagyon klassz dolog, de ugye az még nem lesz projekt. Ehhez mindenképpen kell egy jól körülhatárolható eredmény. A projekt kicsi része akkor is egy köztes eredmény. Beszélünk, ha pedig ez egy mini projekt, akár csak egy napos, akkor is legyen valami eredménye. Ugye nem fontos, hogy mondtam az elején, hogy a DIGS téma 7 nem akármi tűzött ki célul tavaly, tehát nem azt mondtuk, hogy IT eszközökkel kell órákat tartani, azt mondtuk, hogy ez még nem a legnagyobb kihívás, legbánatosabb eredmény, hanem az, hogy ilyen projektszerűen dolgozzunk, és hát mi is kötöttünk egy kicsit, hogy ilyen óriási sikerrel, és sokan vették ezt. Úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy idén még többen fogják ezt csinálni, és tehetünk abban, hogy eredményesebben. Milyenek lehetnek? Tehát azért fontos, hogy bemutassuk ezeket, hogy a lássák is, hogy mit csináltak a gyerekek. A gyerekek számára is fontos, lássák a szülők, a más folyambeli diákok, a tanárok, az iskola vezetése, és így tovább. Hát példát írtam le, hogy milyen eredmények lehetnek, lehet kiállítás, ebben internetes elektronikus elem is, bemutató különböző szinteken és különböző nyilvánossággal eredményt lehet talában. Például lehet egy projekt az, hogy megvezzük és lebonyolítjuk, ha nem tudom, a földnapját például, vagy valami is, ami éppen érdekes. Lehet kézzelfogható termék is, tehát készítünk akár óramutatóval különböző szemléltető eszközöket, amelyek évfolyamok számára is hasznosak lehetnek, de lehet olyan tartalom, blog, honlap, film, képgyűjtény, hát ugye attól függ, hogy mikorák a gyerekek, és ami életkorilag illeszkedik. Ez projekt a projektben, amit az előbb említettem, hogyha egy hosszabb projekt benne van a csapat.
mik lehetnek itt a fedlettel lehet ilyen nagy tulajdonképpen plakátot készíteni, rátűzni sok mindent, lehet blogot, honlapot készíteni, filmet feltölteni, az e-mailkel lehet linkeket, tartalmakat összegyűjteni, hasonló, de talán egy kicsit szebb formában működik a Sway, de Office Mix-en lehet ilyen S-szerű videókat készíteni. Valaki kérdezte, hogy hogyan lehet térképes, látványos gyűjteményt készíteni. Például a Google Earth-ben lehet kitűni pontokat, és akkor lehet ilyen látványos körutazást indítani benne. Azt hiszem, ez egy olyan téma, amiről majd még a geolokáció és az ilyen földrajzi érdekes alkalmazások még kaphatnak egy külön témát is majd, mint webinárium későbbiekben. Ugye beszél, hogy folyamatosan érdemes reflektálni arra, hogy mit csinálunk. Itt egy szív ábra látszik, ez egy eszköz, amit tanácsolok használni. Ezt táblázatot, ezt sokan hívják. Most én úgy neveztem, hogy nem én neveztem, én azt az elnevezést írtam ide, hogy ismeret, kérdés, tudás, táblázat. Sőtem zárójelben angolul, valaki rákeres a neten, mindenféle ilyen vicces rajzos formákat is talál. Tulajdonképpen a projekt során az elején kitöltjük azt, hogy mit tudunk az adott témakörről, mi az, amit szeretnénk megtudni. Ez a középső oszlop, és ez bővül változik. A projektsán, és ugyancsak bő is változik az útlap, amiben azt írjuk le, hogy mit tanultunk meg, mi az, amit már megtanultunk. Ugye az egész projektet keretbe szervezi, a rózsaszínkel indulunk, és tele lesz a rózsaszín a végére tulajdonképpen. Hát a nyomonkövetést is jelent. Fontos, találjuk ki a feladatokat, hogy legyen az eléggé világos és segítő, és vesse a diákoknak a munkáját, de adjunk nekik teret, arra kreatívak is legyenek, tehát hogy megjelenjenek az egyéni elképzelések és az egyéni ötletek, mert nagyon sok érdekes szín fog ez eredményezni, és sokkal jobban fogja érezni magát mindenki. A munka, mint a szokásos, ez világos, de nagyon üdítő. Én azt is gondolom, hogy egy digitális témahét egy szuper gyógyszerrel a tanári kiégés ellen. És lássuk be, mindannyiunkat megtalál egyszer, két-háromszor. Ezzel nem menekülhetünk tulajdonképp. Néhány online eszközt is odaírtam alulra, tanácsolom, hogy valamelyiket használjuk. Ugye egy mentum például alkalmas a nyomon követésre, a folyamatos reflexióra. Hol tart most, mit csináltunk eddig, mit beszéltünk meg, mit tanultunk meg. Úgy alkalmas rá a OneNote, úgy alkalmas rá, hogyha van az iskolának egy online virtuális osztályterem felülete, Google Classroom, vagy NeoLMS, vagy Edmodo például, ebben lehet ezeket vezetni. Aki ilyenje, az valószínűleg ebben fogja a projektet is vezetni, jól teszi. Aki nincs ilyenje, nem biztos, hogy most kell elkezdenie, de ha szeretné, akkor a tavalyi webináriumok között van egy olyan, amely a NeoMest, az Edmodot és a Google Classroom-ot is bemutatja. Érdemes a digitális témahét oldalán, adásbázisban ezekre rákeresni. És a Trello is alkalmas, a letisztult felület, de alkalmas erre is, hogy ez kövess. Nek a sava borsa, azt az értékelés, azt szomban is ide is írtam, hogy az úgy, mint egy falat kenyér. Ha ez nincs a projektben, akkor az egész projekt teljesen értelmét veszíti.
És az ékes esetében nagyon szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy az értéknek a formatív változatait részesítse előnybe, mert ez az, ami igazán segít a gyerekeknek, ez az, ami visszajelzés ad számukra, nem is egy a tanártól, lehet, hogy a társaktól, lehet, hogy a csoport önmag értékeli, lehet, hogy önreflexióról van szó, de a formatív értékelés ad hozzá a projektunkához, az, ami segíti az épülését a gyereknek. A szumma az a végén, és hát itt egy kis rajz is, ami mutatja a kettő között a különbséget. Aki tud, arról már biztos elolvasta. Aki nem, annak elmondom, hogy a baloldali azt jelenti, hogy a formatív értékelés olyan, mintha a séf megtolná az általa készített lest, és ha szíves még valamit beletenni, vagy valamit változtatni, akkor azt megteszi, és már úgy jut ki a leves a vendéghez, hogy ez nagyon finom. A szumértékelés az olyan, hogy a szakács vagy a séf nem kóstolja meg, hanem már a végfelhasználók, a vendégek, és akkor akkor rossz, vagy egyes, vagy kettes, vagy ötös, és akkor már nem lehet rajta változtatni. Tehát ez nagyon nagy különbség az értékelésben, ezért szeretném biztatni mindenkit a folyamra, hogy abban még változtatni tudunk, építeni tudunk. A szummatív az egy lesz a dolognak. Kérdezi valaki, hogy a OneNote-ban mi mindent lehet csinálni. Erre is van egy külön velünk tavaly, amit Nádori Gergely tartott, úgyhogy azt megtesszük, hogy végén keressük ezt a linket, és akkor beírjuk ide a chatbe. Érdemes megnézni, meghallgatni, mert egy jó, de ugye hangsúlyozni szeretném, hogy van ott, ami mindkinek az Office csomagában ott van, ez egy lila ikon N betűvel, ami tulajdonképpen olyan, mint egy nagy jegyzetfüzet, lehet bele jegyzetelni és mindenféle rakni, de, és meg is lehet osztani egymással természetesen, de ha valakinek az iskolájában van Office 365 teljes iskolára vonatkozóan, az egy speciális csomag, és abban van egy speciális OneNote, ahol osztani lehet a gyerekekkel dolgozni, minden gyereknek van ilyen része a OneNote-ban, és lehet nekik feladatot adni, lehet értékelni, javítani. Éppen jelent meg a tanár blogon egy cikk, hogy lehet már matricákat is tenni a lapjaikra, és így tovább. Szóval, akinek van az iskolában, az mindenképpen éri el, hogy legyen neki a gépén ilyesmi, és itt már írt László kitette linkjét a tanulás környezetek webináriumnak. Köszönjük. Gép nagyon rajta volt, és széle egyenesben. Kicsit tovább. Érdekeshez néhány konkrétumot is szeretnék mondani, hogy mi gondolok, amikor formatív értékelő eszközök lehetnek a projekt során. Hát az előbb említett ismeret kérdés tudás táblázat, amit szépen lehet követni, és ugye minden eszköz jó, hogyha az visszajelzést ad a gyereknek, ha visszajelzést ad és értékelésre használjuk, akkor rendben van. De lehet ezt a táblázatot értékelés nélkül is követni, de van egy visszajelzés minden gyerek számára, hogy igen, ezt tényleg tudom, ezt én tényleg megcsináltam, én tényleg felé haladok, az egy jó eszköz. Az ellenőrző lista szuper dolog, minden egyes feladatnál lehet ilyet csinálni, és a gyerekek pipálják, hogy mi van meg, és ez azért jó, mert ezt akkor is használható jó eszközként, amit tanár nincs is ott, nem lehetünk ott minden gyerek mellett mindig. Tehát ha adunk a feladathoz egy ellenőrző listát, akkor ő tudja magát ellenőrizni, és egy szuper jó érzése van már a folyamat során, hogy ő jó irányba
a halat. Az ő táblázat tulajdonképpen egy olyan, ami pontolásra épül, általában 1-től 4-ig vannak a szintek, és minden szintnél megvan, hogy miért jár 1-es, miért 2-es, miért 3-as és miért 4-es pont. Tehát olyan, mint egy pontozási táblázat, de teljesen részletesen, és több sorból áll. Ebből lehet példákat találni bőséggel a projekteknél, itt a digitális témahét oldalán, az IT műhely anyagban, ami szintén be van ide linkelve, és itt a résztvevők között is van legalább egy vagy két IKT műhelyes kolla, aki annak idején ebben dolgozott. Az IKT műhely honlapja is még elérhető és letölthető, onnan ezek az eszközök. Ezeket meg kell találni, ott vannak Wordben, le kell onnan át kell írni, tehát nem nulláról kell ezeket kidolgozni. Azt tanácsolom, hogy aki most fog egy szimpatikust, és kicsit írja át, és szabja a testre. A beszélés és vita is lehet egy ilyen eszköz, és a kvíz is lehet, akkor ha kap a gyerekek egyfajta visszajelzést, és nem ilyen szumati legő, az ebben elhozatthoz. Játékosítás, hát azt nem lehet elintézni könnyen, úgyhogy nem is szeretném elintézni könnyen, de lehet a pontozást különböző szintekkel és különböző jutalmakkal, online vagy offline jutalmakkal megoldani. Itt például a Class Dojo vagy a Marvelous Me vagy a LMS-ben is van ilyen játékosításhoz használható kitűző vagy online jutalmazó eszköz. Egy külön történet, tehát erre most nem térnék ki, mert ennek irodalma, és érhető sok minden. Amit nem annyira ismert, van, aki ismeri, ez a H2-1 módszer, ami arról szól, hogy leültetünk egymásra szembe két diákot, mindenki megmutatja a másiknak, hogy mit csinált, és a visszajelzést úgy irányítjuk, hogy tenni három kérdést, két megjegyzést és egy javaslatot. És akkor általában összesen 15 perc elegendő, lehet, hogy 10, hogyha kisebb volumenű, amit bemutatnak, és akkor másnak adnak visszajelzést, mégpedig egy jó mederbe terelt, világos formában. Tehát nem arról van szó, hogy na beszéljétek meg, de nem tudják hogyan, hanem van egy kerete ez a 3-2-1 módszer. És ezeknél még nem említettem a Kahoot Szokratív Quizletre, ment a 4-est, ugye a tesztek, kvízek esetén használhatók ezek. Vigyázzat, ezek könnyen szumatív eszközé válhatnak, hogyha nem adunk hozzá visszajelzést, csak a végeredményt látják a kerekek. És végül néhány kérdés, amire nem válaszoltam. A tantárgyhoz milyen módszerek, lehetőségek léteznek alsós évfolyamon logikai gondolkodást, kreativitást igényelnek. Én el tudnék könnyen válaszolni, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy a e-mailben keressen minket meg a kolléga, aki ezt írta, és akkor így személyesen segítünk ötletekkel. Lesznek új elérhető kész projektek, nem lesznek, azok vannak, amik most is elérhetők, illetve vannak a tavaly pályázaton beadott projektek is, tehát ha úgy tetszik, mégiscsak. Tehát a pályázó tanárok által elkészített projektek az OK vagy a NKP portálon lesznek, Géza mindjárt kiteszi a linket. Szóval is lehet-e projekt tervezni, nem csak közismeretiben, természetesen. Igen, milyen elérhető eszközöket érdemes ajánlani térképes ismertetőköz, a Google
utazás volt az egyik, amit ajánlottam, szerintem az nagyon, nagyon dolog, de kombinálható ez egy online dokumentumban is. De erről lehet, hogy egy külön webináriumot is rendeznék. Alsózatosokat milyen témák, milyen tagatosoknak milyen témák eszközöket hallanánk. Érdemes lenne megnézni először a MINTA projekteket, meg IKT műhely projekteket, meg a tanárok MINTA projektjeit, és utána érdemes minket megkeresni, és akkor úgy segítünk, hogyha megvan mondjuk egy témakör, és ahhoz aztán utána csináljuk meg az eszközöket. Szívesen segítünk, mert ezeket a váréseket. A kérdéseket egyébként nyugodtan lehet a Facebook csoportban is föltenni, a Digitális Mai Tanári Fórumon, és itt ír a Zsuzsa, hogy van egy ilyen Facebook csoport is, IKT és eszközök alkalmazása alsótagozatoson. Hogyan dokumentálni? A dokumentálás akkor szükséges, hogyha pályázni is szeretnétek, erre mi biztatunk mindenkit. Végleges kiírás hamarosan várható, de azt el kell mondjuk, hogy ez tavaly is úgy volt, és most is így tervezzük, hogy az honlapján egy publikus helyen kell dokumentálni, tehát gyűjteni kell a képeket, videókat, írásokat, minél jobban és minél mások számára minél jobban érthető formában, és az számít majd a dokumentációnak. Egy-két tantárgyat így lehet szervezni egy osztályra a projektet, persze lehet, de érdemes még valakit bevonni, úgy sokkal szebb az élet. És akkor csak így ismétlésül mutatom, hogy ezek a mintaprojektek érhetők el. A sárgák a reál világhoz, a kék inkább a humán világhoz közeliek, és lehet látni, 1-től 12. évfolyamig vannak. Aki ötlete nincs, az nyugodt, hogy az egyben megvalósíthat innen egyet, vagy kicsit módosíthatja azt. Az egyik ilyen kidolgozott projekt a Hőskestetik. Érdemes majd elolvasni, de itt mutatom is, hogy látszik, hogy több tantárgyhoz kapcsolódik. Már azért ritkán szoktak a gyerekek programozni. Ez egy olyan alom. Van benne alaposan formatív értékelés, reflexiós lapok, előző listák formájában. Játékosítás is van, itt class dojo kitűzőket javasol a kolléganő, és a gyerekek pedig írók, amiket a gyerekek készítenek mai hősökről. Ugye a hőskerestetikben itt a János Vitéz a kínpont, de akár Tolg is, és közben hősi figurákat kódolnak a gyerekek, ami nagyon és izgalmas, és ezt az ikes gyerekek már vidáman meg tudják csinálni. Pici segítséggel a bár tanulhatja még egy magyar tanár is. Például Géza kollégámnak van erről egy webináriuma, azon kívül ő is magyar tanár, és nagyon ügyesen a tavalyi webináriumban benne van, hogy hogyan kell ezt használni. Úgyhogy ezeket visszanézni, mert hasznos, jó ötleteket lehet nyerni vele. És van a tavalyi, nekünk mit jelentett a digitális témahét? Itt is lehet ötleteket és benyomásokat gyűjteni. Itt alarancsárga részben látszik a címe padlet.com/digitalemahet2016/nekunk címe található, és itt sokan megírták, hogy érezték magukat, és van, ahol link is van, tehát érdemes nézni. Mindenkit nagyon várunk, hogy érdemben szóljon hozzá a Facebook csoportban, és akkor mi vagy a kollégánk válaszolni fognak ezekre a kérdésre. Vagy a közösség többi tagja. A közösség többi tagja. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.
akkor, ha van kérdés, akkor itt amíg a chatben nyugodtan lehet írni. És mindenki arra, hogy most a chatben meg fog jelenni egy link, amik arról, hogy itt voltatok, és akkor a részvételről kaptok majd egy tavalyhoz hasonlóan egy ilyen igazolást. Kérdezzi Noi, hogy milyen előadások várhatóak. Én a szót Gép kollégámnak. Úgy tettük, hogy csütörtökönként és keddenként, a jövő hét utáni héttől minden alkalommal, jövő héten még csak csütörtökön, de jövő hét utáni héttől minden alkalommal egészen a digitális téma hétig, és csütörtökön ugyanaz az idősávban lesznek webinárok. Olyan témák várhatók, a szakemberek, akiket fölkértünk, mi dolgoznak a témák kidolgozásán, viszont minden esetben azt kértük tőlük, hogy legyen praktikus és a kérdés segítő az előadásuk, nagyjából ebben az időintervallumban, ahogy ezt Attilától most hallhattuk. Néhány ezek közül már fixen megvan a témák közül, ezekről érdemes tájékozódni a Digitális Témahét honlapján a programok között. Meg lehet találni mindegyiket, amelyiket már tudtunk publikálni, mert már fixáltuk a témát a felkért szakértővel. Akkor a link. Megosztottam már. Igen? Igen. Köszönöm. És bent van.